Kedves nézőink, Önök az Egy Heted, a Sopron Televízió heti rendszerességgel jelentkező közéleti magazinját látják. Műsorunkban az elmúlt egy hét legértekesebb történéseit elevenítjük fel. Mai adásunkban többek között beszámolunk a Tündérfesztiválról, a Soproni Egyetem méheiről, valamint a Soproni Tigrisek Kosárlabda Egyesület évzárójáról is. A tündér bennünk lakik. Ez volt a motója 15. Tündérfesztiválnak. Szombat délelőttől két napig ismét tündérek és manók vehették birtokba az Erzsébet kertet. Az idei évben a méhek voltak a fesztivál sztárvendégei. Az idén a méhekre és a mézre fókuszálunk, úgyhogy sok-sok olyan program van, amely a mézzel, vagy a méhekkel, vagy azzal kapcsolatos, amit mi a méhektől tanulhatunk. Ez pedig nem más, mint a családban élés, meg a szorgaskodás, meg ilyesmi. Szóval sok mindenre oda tudunk figyelni a gyerekekkel és a családokkal a méhek kapcsán, azt gondolom. Egyébként itt az Erzsébet kertben ilyenkor két napon keresztül minden a gyerekekről és minden a családokról szól. Azt szeretnénk, ha itt a gyerekek, családok jól éreznék magukat, ha szép dolgokat látnának, hallanának, sőt, okosságokat is hallanának és látnának, és okosabban térhetnének majd haza. Az Erzsébet kertben 77 különböző játékpont van ilyenkor, animált játékok, önmagukkal működő játékok, és ami nagy boldogság nekünk, hogy itt az Erzsébet kertben most egy virágágyást hoztunk létre, ahol közel 1500 soproni és Sopron környéki óvodás által készített, kézzel készített papírvirág díszíti itt a kertet. Immáró 15. alkalommal jön létre, nyitja meg kapuit a Tündérfesztivál Sopronban, most éppen az Erzsébet kertben, korábban más helyszínen is zajlott ez a rendezvény. Ez egy családi ünnep tulajdonképpen, hiszen az önkormányzatnál és annak közművelődési intézményén a Prokultúra, a Kft.-nél fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak a bölcsödéket és az óvodákat felújítsuk és komfortosabbá tegyük a kisgyerekeknek, vagy éppen iskolákat korszerűsítsünk, hanem szolgáljunk olyan programokkal és családi rendezvényekkel a Sopronban élő gyerekeknek és szüleiknek, ahol igazán jól érezhetik magukat. Ez pedig a vidámság, az öröm és a gyermeki csodálatnak az ünnepe, hiszen a gyerkőcök szemébe látható csodavárás az mindennél többet ér számunkra is, ezért aztán továbbra is fogunk kedveskedni a rendezvényekkel számukra. És köszönöm szépen minden szülőnek, hogy elhozza ide a gyerkőcét, érezzék jól magukat, és köszönöm a szervezőknek és a rendezőknek, hogy lehetővé tették mindezt a Sopron családok számára. Egy társasjátékkal készültünk, ami a fertő tájat mutatja be, itt van mögöttem. A gyerekek maguk lehetnek a bábuk, és ha jó válaszokat adnak, megfelelően körüllépkedhetik a fertő tájat, és megízlelhetik, hogy mi mindent lehet látni, érzékelni, tapasztalni, hogyha oda elmennek. Sok élmény várja az embereket a fertőtavon, hiszen lehet fürdeni, játszani, kastélyokat nézni, lehet emberekkel találkozni, finomokat enni. Tehát azt hiszem, hogy mindenképpen érdemes elmenni, mert ez a világ egyik legszebb tája. És nekünk erről papírunk is van, szoktuk ezt mondani, hiszen 20 éve vagyunk már világörökség. Méheket vett be a környezeti állapot vizsgálatára a Soproni Egyetem. A kutatók a méh családok által begyűjtött anyagok kémiai elemzéséből mérik fel a környezetben előforduló káros anyagokat. A projekt indulása óta számos előrelépést tettek a szakértők. Ezeket a kaptárakat itt a botanikus kertben kettős céllal hoztuk létre annak idején. Egyrészt az egyetemen, az erdőmenéki karon van ilyen tantár, hogy méhészet. A hallgatók ezt a tárgyat felvehetik, megismerkedhetnek a méhészet csínyával, bínyával, és ha kedvük szottyan, akkor akár otthon is létrehozhatnak egy méhest. De emellett a másik az inkább egy kicsit tudományosabb célt szolgál. Egy olyan biomonitoring rendszernek a része ez a néhány kaptár itt a botanikus kertben, melyel összehasonlítjuk a különböző területek szennyező anyagait. Ezen belül ez a kontroll terület, hiszen itt található talán a legkevesebb szennyező anyag a környezetünkben. A biomonitoring része, vagy célja igazából az, hogy ellentétben a különböző műszerekkel végrehajtott vizsgálatokkal itt nem pontszerűen mérjük a különböző szennyező anyagokat, hanem a méhek által nagy területről, akár több négyzetkilométerről begyűjtött anyagokat, nektárt, ebből a mézet, propoliszt, pollent, ezt tudjuk kémiailag elemezni, és a különböző szennyező anyagokat ebben kimutatni. A legkülönbözőbb dolgok lehetnek ezek lehetnek különböző nehézfémek, például lehetnek különböző szerves vegyületek, amik oldószerként kerülnek elő bizonyos dolgokba, de lehetnek olyan egyéb szénhidrogének is, amik például a nem teljes égés során keletkeznek. Tehát például, ha valaki vizes fával
tüzel, vagy netántán a nedves lombot próbálja eltüzelni a kertjébe, ennek során nagyon sok ilyen anyag keletkezik. Ezeket tudjuk viszonylag nagy pontossággal kimutatni a különböző kaptártermékekben. A környék állapotáról mindenképp megmondhatjuk, hogy egy tiszta terület, tehát viszonylag kevés szennyező anyag van, ami szennyeződést sikerült kimutatni, az is minimális. Esetenként a határérték alatti, azaz kimutathatatlan, vagy ha kimutatható is, igen minimális, ezek egy része a környező közlekedésből származik, és esetenként főleg fűtési időszakban hébe-hóba előkerülnek az elégtelen égésből származó anyagok. Itt is kettős a cél, egyrészt önmagunknak is, tehát igazából ez egy rendszerfejlesztés is, tehát hogy hogyan tudjuk ezeket az anyagokat kimutatni, milyen analitikai módszerek szükségesek ehhez, erről igazából kollégám Rétfavi Tamás, a kémiai részvezetője tudna részletesebben beszélni, de igazából ez egy országos rendszer része, hiszen több együttműködő partnerünk van, akiknek a területén, gyárterületen, telephelyterületen van kihelyezve hasonló kaptár, és az ott gyűjtött hasonló anyagokat hasonlítjuk össze gyakorlatilag az ittenivel, és ez alapján tudjuk megállapítani, hogy egy egyes terület mennyire szennyezettebb, netán milyen egyéb szennyező anyagok fordulhatnak ott elő. Csak példaként, tehát egy forgalmasabb út mellett egyértelműen a nehéz fémterhelés, ami például a személygépkocsik fék részeiről kopik le gyakorlatilag, vagy ugyanígy forgalmasabb helyek mellett a forgalomból, a közlekedésből származó szennyezőanyagok, ezek nagyon jól kimutathatók, más területeken persze más szennyeződése. Igazából itt eredendően is 4 méh család volt, és most is 4 méh család van. Itt a méz termelés úgymond ez abszolút másodlagos, tehát nem az a cél, hogy itt minél több legyen, és nem ezzel próbáljuk kiegészíteni az egyetem költségvetését, hanem igazából az a cél csak, hogy megfelelő mennyiségű mintát szolgáltassanak, az pedig azért csupán néhány milliliter, tehát azzal akár egy méh család is megfelelő mintát tudna szolgáltatni, de ez a 4 méh család így folyamatosan nagyon jól el van a botanikus kertben, hiszen nagyon jó helyük van itt. Nagyszabású gálaestel ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját a Nemzetközi Rendőrszövetség magyar szekciójának Győr-Moson-Sopron megyei szervezete. A jubileum alkalmából az Egyesület dr. Farkas Ciprián polgármester és Sopron önkormányzata részére egy emlékplakettet adományozott. Az IPA egy nemzetközi rendőri együttműködés, nem csak formai tartalommal megtöltött. Nagyon fontos, hogy azok a szervezetek, amelyek a különböző országokban a rendért és a biztonságért felelősek, egymással tartsák a kapcsolatot, nem csak szakmailag, hanem baráti és kulturális fronton is, hiszen egymás jobb megismerés az hozzájárulhat ahhoz, hogy az együttműködés is jobb legyen. Ez pedig végső soron mindannyiunknak a hasznára válhat, úgy a soproniaknak, mint az osztrákoknak és bármely más országot említhetnék meg. Nagy büszkeség számunkra, hogy a magyar IPA mozgalom az éppen Sopronból indult, és a Győr-Moson-Sopron megyei rendőrség 30 éve tagja az IPA-nak. Ez pedig büszkeséggel tölt el bennünket, hiszen láthatjuk, hogy a soproni és a megyei rendőrök azok úgy a múltban, mint a jelenben is aktívak voltak és elkötelezettek a rend és a biztonság fenntartása tekintetében, és ezért, hogy ez megvalósuljon és mindannyiunk javára váljon, pedig még nemzetközi szövetségekben is együttműködnek. Ezt fenn kell tartani, meg kell őrizni, és én kívánok jó munkát mindenkinek, és köszönöm a megye összes rendőrének, a soproniaknak meg különösen mindazt a munkát, amit beletettek abba, hogy az IPA mozgalom immár 30 éve jól teljesít, és a jövőben is minden reményben van arra, hogy jól fog teljesíteni. Az IPA a világ egyik legnagyobb non-profit szervezete, jelenleg 65 országot, illetve a rendvédelemben dolgozó 380 ezer tagot foglal magába. Valamennyi országnak van egy saját szekciója, és a szekción belül ugye természetesen a tagok, illetve hát a szervezetek a tagokkal. Egyébként az országokat, hogyha tekintjük, akkor mondhatom azt, hogy Magyarországtól Új-Zélandig, Hongkongtól az Egyesült Államokig rengeteg ország, ugye, ahogy mondtam, a tagja. A magyar szekció 1991-ben alakult, Új-Zélandon a 13. világkongresszuson vettek fel bennünket, Wellingtonban, akkor értünk, nekünk szólt a taps. A magyar szekció, ugye, mint ahogy mondtam, 91-ben alakult, és mielőtt megalakult volna, ennek soproni háttere volt, ugyanis a városvezetés annak idején úgy gondolta, hogy soproni rendőröket is magával visz Kempten-be,
ugye Kempten-Sopron testvérvárosa, ahol viszont találkoztak kempteni rendőrökkel. Ekkor 1988-at írtunk. És ott a rendőrök megkérdezték, hogy miért nem léptek már be az IPA-ba. IPA, mi az az IPA? International Police Association. Nem is hallottak még azelőtt róla. És akkor telt múlt az idő, és egy néhány hónapon belül társultakként ez a hét rendőr kollega belépett társultakként, ahogy mondtam, a német szekcióba, a német szekció kempteni szervezetébe, majd ezt követően az osztrák szekciónak a különböző szervezetei, a soproniakat például a burgenlandiak keresték meg, a budapestieket, a bécsiek, a veszprémieket, a gráciak, a vasmegyeieket pedig a mödlingiek, és beléptették társultaként. És ez a négy társultaként beléptetett, mondjuk úgy, hogy szervezet, megalakította 1991. december 3-án az IPA, magyar, akkor még úgy hívták, hogy Magyarország IPA Tagok Egyesülete, és ebből lett az IPA Magyar Szekció. És ugye néhány nappal később megalakult a mi Győr-Moson-Sopron megyei szervezetünk is, ami sajnos tavaly lett volna hivatalosan az ünnepség, de a pandémia miatt el kellett tolnunk, de ebben az évben most már semmi akadálya nincs, úgyhogy megtartjuk. Az IPA-nak a jelmondata, barátsággal szolgálni, servo per amicetso. Ez egyébként egy latin mondat, és ez magában foglalja az IPA célját, terveit, eszmét, stb. Az IPA-t 1950-ben egy Lincoln Stirni közrendőr, egy őrmester alakította, majd ugye ő mert egy nagyot álmodni. Azt álmodta, hogy legyen egy olyan szervezet, amely összefogja a rendvédelem területén dolgozó embereket, akik egy barátságon alapuló szervezetet hoznak létre, amin belül szabadon tudnak akár szakmáról, akár barátságról, stb. Eszmét kapcsolatot, eszmét cserélni, vagy kapcsolatot teremteni. Ez végül is az IPA lényege. Sopronban rendezték meg a Magyar Urológus Társaság Dunántúli szekciójának vándorgyűlését. A kongresszuson az urológiai diagnosztika és a sebészet legújabb módszereivel ismerkedhettek meg a szakemberek. 2009-ben a Magyar Urológus Társaság elnökségének az átadása után további dunántúli érdekképviselet és a dunántúli urológusok összefogása, egysége, jó hangulata és közös ismerettsége céljából jött az ötlet, hogy egy ilyen dunántúli szekciót alakítsunk a Magyar Urológus Társaságon belül, és ezt tudtuk alapozni egy hagyományos sportrendezvényre, ami korábban csak Győr-Sopron megye és Vas megye közötti urológusok futballcsapatának a derbije volt. Hát ezt kiszélesítettük dunántúli területre. És természetesen ez szakmai érdekképviselettől kezdve a társasági együttlétig, az egymás közös érdekeinek képviseletéig, hát ez szélesebb körben kiterjedt ez a tevékenység. Az urológiai rendezvényeknek ez egy helyi, kisebb verziója. Itt az urológiai osztályok közül a dunántúli osztályok ismerkednek egymással, hozzák el a saját urológiai műtéteiket, eredményeiket, ugyanakkor egy természetesebb közegben tudunk egymással kapcsolatot teremteni és ápolni, és az elmúlt egy év eredményeiről beszámolni egymásnak. Ami még fontos a mai rendezvénnyel kapcsolatban, az az, hogy ez alapvetően egy baráti, sokkal bensőségesebb légkörben zajló rendezvény. Elsősorban volt, de még a mai napig is. Tulajdonképpen most már sokkal komolyabb keretek között, de még mindig igyekszünk a
baráti hangsúlyt megtalálni ezen a rendezvényen. A szűrővizsgálatok a mai világban a szokásosnál is fontosabbak. Az elmúlt két évben az ismert COVID járvány miatt sok-sok vizsgálat elmaradt, sok műtét elmaradt. Tehát nagyon fontos, hogy minél előbb fedezzük fel az elsősorban daganatos betegségeket, másodszorban a gyulladásos köves betegségeket, és amennyiben lehetséges a megfelelő sorrendben és időrendben ezeket a felfedezett betegségeket minél hamarabb gyógyítsuk meg. Az mindig megtisztelő, hogyha egy szakmai magasrangú konferencia egy adott településre látogat, és ez alól mi sem vagyunk kivételek. Roppant megtisztelő, hogyha a Sopronban orvosok adnak egymásnak rendezvút. Volt ez már korábban kardiológusokkal, most épp az urológusok szakmai, éves szakmai találkozója bonyolódik a városunkban. Ez pedig úgy hiszem, hogy elismertséget jelent a Soproni Gyógyközpont számára is, illetve a Sopronban teljesítő urológus szakorvosok számára is, hiszen azt mutatja, hogy itt olyan szakmai színvonalon teljesítenek ezek a szakemberek ezekben az intézményekben, amely bizony önmagában megsüvegelhető. Túl azon, hogy a szakemberek itt adnak egymásnak rendezvút és cserélnek eszmét, épülnek és gazdagodnak szakmai, talán lelkilegben is egy kicsit, ezen túlmenően pedig megismerik városunkat, és talán családjaik is visszalátogatnak hozzánk. Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte a Soproni Tigrisek Kosárlabda Egyesület. Az elmúlt 25 évben több mint 2500 gyermekkel kedveltették meg a kosárlabdázást, és országosan is komoly eredményeket ért el az ország legrégebbi múlttal rendelkező utánpótlás nevelő egyesülete. Egy születésnapi rendezvényünk van 25 év. Hát 25 évvel ezelőtt, 1977-ben alakult a Tigrisek Kosárlabda Egyesület, és az nem most volt. És a mai nappal ezt a 25 évet is ünnepeljük, és valóban, ahogy látjuk a díjakkal, az idejévet is jutalmazunk, az összes korosztály, minden korosztály, minden csapatából kap legszorgalmasabb, legügyesebb, legértékesebb játékos díjat, és hát a Balogh Sándor díjat, amelyik a minden évben a legnagyobb, az év tigrise díjat kapunk. Az idei év, azt kell, hogy mondjam, az egyik legszebb évünk azóta, amióta a Tigrisek 17 éve ezelőtt egy új alapokra helyezte az egyesületet, és hát most az U18-as csapatunk régióbajnokságban, alapszakaszban 18-ból 17 mérkőzést megnyert, a legnagyobb siker a kadett csapaté lett, az U16-os csapat, amelyik az ország 10. legjobb csapata lesz. Ez egy gyönyörű eredmény, ahhoz képest, hogy a másik Soproni csapat is ott volt a 10-ben, negyedikek lőttek, és hát jó pár játékosunk is ott volt, akik nálunk nevelődtek. Ha még eredményekről kell beszélnünk, akkor feltétlenül meg kell említenünk az U14-eseket, akik az országos főtáblán játszottak, és kis hiány maradtak le a B-döntőről, tehát 17-ek lettek az országban. Az U12-esek pont most hétvégén Jamborin vesznek részt, országos Jamborin, és az U11-esek is részt vettek a Nyugat-Dunántúli Jamborin, és a kerekesszékes csapatunk pedig negyedszer megnyerte a magyar bajnokságot zsinórban. Úgyhogy azt hiszem, hogy elég eredményes évet zárhatunk. Én úgy szoktam magunkat hívni, hogy mi egy műhely vagyunk, egy családias műhely, ahol soproni játékosok, soproni edzőkkel, soproni szülőkkel dolgozunk, és hát gondolom az a szeretet, meg az a szakmai tudás, ami itt van ebben az egyesületben, azt tartja össze. Idén már 14 előkészítő csapatunk is van, kiléptünk a város határain, Fertődön van csapatunk, Kőszegen, Ágfalván, Kópházán, úgyhogy elég széles a repertoár. Közel 140 kosárpalántánk van, és összesen 250 gyerekkel tudunk dolgozni. Térfi kosárlabdázásnak fontos az, hogy vannak olyan klubok, akik gyerekekkel foglalkoznak, akik ezeket a gyerekeket nevelik, szocializálják, és kosárlabdára, sportra, egyáltalán sportra nevelik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ebben a városban van alternatíva, van lehetőség arra, hogy választanak a gyerekek, és hogyha egy olyan szép sportágat választanak a Tigrisek által, mint a kosárlabda, akkor annak szerintem nagyon-nagyon kell örülni. Ilyen komoly városnak, mint Sopron, egy ilyen sportvárosnak, azt hiszem, hogy a 25 éves fennállás egy sportegyesület életében mindig egy hatalmas teljesítmény, egy óriási jelzés, hogy jól csináljuk azt, amit csinálunk, és ez nem a városra vonatkozik természetesen, hanem arra, hogy ilyen civil szervezeteink, ilyen sportszervezeteink vannak,
akik hosszú éveken, sőt évtizedeken keresztül is fent tudják tartani önmagukat, képesek arra, hogy egy olyan családot, egy olyan hatalmas közösséget irányítsanak, mint amilyen a Soproni Tigrisek Sportegyesület. Én gratulálok ezúton is az elnök úrnak, Nagy Tamás elnök úrnak, illetve a komplett stábnak, a gyerekeknek és a szülőknek is, hogy ilyen sokáig kitartottak, és hosszú-hosszú éveket és évtizedeket kívánok még továbbra is nekik. Ez volt az Egy Heted, a Sopron Televízió csütörtökönként jelentkező magazinja. Adásainkat visszanézhetik a sopronmedia.hu oldalon és YouTube csatornánkon. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!